Korábban igen nagy tartozást halmozott fel Nyillugos, azonban a kormány 2014-ben rendezte a város 1 milliárd forintos tartozását. Azóta a település új lendületet kapott, ez Simon Miklós hangsúlyozta Nyillugoson, ahol Szent Péter és pár görög katolikus óvodában hétfő este tartott lakossági fórumot. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az új lendületet alátámasztják azok a beruházások is, melyek az utóbbi években hozzájárultak a település fejlődéséhez. Sikerült elérnünk azt, hogy a választókerületben 6-ként új kormányablak létesült a városházán, és ilyen formán a térség 10 000 polgárának könnyítettük meg az ügyfélkörhöz való csatlakozást. Tehát nem kell nekik Nyírbátorba beutazni, vagy Máriapócsra, vagy Nyiradonyba, hanem itt helyben tudják elintézni az ügyeiket. Ezen kívül az iskola energetikai fejlesztésen ment keresztül. A gázfűtési rendszert kiváltottuk a legmodernebb hőszivattyús rendszerre, ez 160 millió forintba került. Simon Miklós hozzátette, hamarosan indul a 49-14-es útfelújítása is, mely Nyírlugost és Nyírmihályit köti össze, ez 420 millió forintból valósul meg. Egy fontos dátum előtt áll az ország, erre már a fórum vendége Bitai Márton hívta fel a figyelmet. Az állami földprogramért felelős miniszter szerint az április 8-ai választás legfontosabb kérdése, hogy Magyarország bevándorló országgá válik-e, vagy sem. Mi azon küzdünk az Európai Unión belül is, hogy ez az esztelen migrációs áradat, pontosabban a migrációs áradat esztelen kezelése alól Magyarország kimaradjon. Ezért építettünk kerítést, hogy megvédjük a magyar embereket. Ezért küzdünk a kötelező betelepítési kvóták ellen. És azt gondoljuk, hogy alapvetően ez a kérdés határozza meg Európa jövőjét közép és hosszú távon. De ezzel nem vagyunk egyedül. A visegrádi országok, ha jól megnézzük, Ausztria, vagy ha figyelünk jól a választási eredményekre, akkor Olaszország, Bajorország egyre többen csatlakoznak ehhez a véleményhez, hogy a baj Európába importálása helyett a segítséget kellene odavinni, ahol erre valóban szükség van, és nem tartjuk egy jó ötletnek azt, hogy Európára rászabadul ez a migrációs áradat. A fórumon Bitai Márton beszélt azokról a kormányzati eredményekről is, amelyeket a kormány a magyar emberekkel közösen ért el. Így többek között a családtámogatási rendszerről, az adókedvezményekről, illetve kiemelte azt is, hogy az elmúlt években 700 000 új munkahely jött létre.